Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Itt van velem természetesen Bence. Sziasztok! És a mai napon fel fogjuk venni a második részét a kis tesztünknek, és kíváncsian várom, hogy ezekre a termékekre mit fogsz reagálni. Nehezen találtam egyébként olyanokat, amiről úgy gondolom, hogy tényleg kihívás. Hát az első részben egyébként, ami már kint van a csatornádon, ott azért eléggé szenvedtem, tehát azt elmondhatjuk, hogy... Azok nehezek voltak. Nem tudom, hogy ezek mennyire lesznek nehezek, de remélem azért, hogy sikerül megfogni. Viszont elmondanám, hogy aggódok is, ugyanis ezután a videó után Bencéhez fogjuk felvenni az első részt, ahol én leszek tesztelve, és nem tudom, valamilyen nem bízok magamban, hogy őszinte legyek, de ez a Bence csatornáján ki fog derülni, most pedig kezdjük el a quizt. Akkor, jaj. Itt van az első. Jobban idegeskedsz, mint én. Tuti nem fogom tudni, olyan feltappancsolható. Annyira szétáll a hajam. Hát igen, ez a legnagyobb probléma. Nem az, hogy annyira idióta leszek ebben a videóban is, hogy... Úgy nézek ki egy kicsit, mint egy ázott puli, de nem baj. Most pont, ez jutott eszembe nekem is, igen. Ő az első termékünk. What? De erről beszéltem, hogy megint egy olyan... Ilyenem van. Ez a cucc arra jó, hogy a szempilládat... Igen! Összenyomd vele. Nem tudom, mit csinál, de összenyomja. Gönderíti. Gönderíti a szempilládat. Úgy van, hogy itt van ez a... Látom. ...fém, és ahogy rácsukódik, így felhajtja. Érted? Aha, igen. Tehát így nem ilyen hosszú, egyenes, semmilyen pillád lesz, hanem beautiful. Ügyes vagy! Jó van! Jó lesz. Hát ez... Őszintén megmondom, hogy a következő képet, hogyha nem tudnám, hogy létezik ilyen valami, akkor nem találnám ki. Úgyhogy ehhez majd egy kis segítséget adok, hogyha... Nem kell nekem segítség, Rebeka. Tudom. Hát ez a tempera. Nem. Ezeket a cuccokat, amik ott vannak, ki lehet venni, és ilyen henger alakúak. Hajgöndörítő. Igen. Hagysatad volna, hogy többet találgassak. De... Én nem jöttem rá, amikor először néztem, úgyhogy nem gondoltam, hogy magadtól menne, vagy nem tudom. Na mindegy, ügyes vagy. Következő termékünk. Ez egy fekpad. Hát de hogy néz ki? Milyen fekpad? Jaj, ez kicsi. Hát úgy néz ki a képről, jaj, ez kicsi. Mint konkrétan rá lehetne feküdni. Ez, aha, hát van egy csipesz a végén, mármint, hogy egy ilyen, biztos kinyílik. Fun fact az egészben, hogy 2 méteres távolságon belül 2 ilyen található. Nem fogod látni. Hát mert vak vagyok? Vagy mi? Nem, hanem olyan helyen, hogy nem vennéd észre. Szeretnéd, hogy ide hozzam? Igen, hozd ide. Hát akkor erre nem lehet ráfeküdni. Erre akkor nem. Bárcsak lele... Á, ez így hát harap. Annak van, hogy karantén időszakban, amikor nem fürdök meg, akkor te tudjál védekezni. Na, édesem, ott maradtak a pöttyök. Eljön. A kis kenú. Nem tudom, ez biztos, hogy a hajadnak van. Hát akkor mi lehet? A hajcsipesz? Igen. Igen. Á! Bestresszeltem! Olyan mi, vagy miért nem nyitottad ki? Nem tudom, bestresszeltem. Hallottam, ahogy tépte ki a hajadat. Következő termék. De ne röhögjél! De nevetek, mert annyira lehetetlenül néznek ki egyébként, hogy valami hihetetlen. Van ilyenem is. Nem tudom bemérni a képre, hogy ez mekkora, de ez gyakorlatilag a hányóvödörtől kezdve a kis... Ezt tudom, mire jó. Hát ez ott a száj rajta. Elolvastad. Mit? Nem, én arra következ, bele kell csókolj. Igen. De mire? Miért? Miért kell bele csókolj? Na hát erre jöjjünk rá magunktól. Hogy a szád nagyobb legyen? Hogy... Micsoda? Ezt is kihozzam? Hozd már ki. Azonnal. 2 találtam meg, pedig 3 van. Ó, a képen azt hittem, hogy egyébként ez kisebb. Most ez... Úgy rakd rá, hogy... Ne, várj.
Egy picit így... Jó lesz, fárultam egyből. Hogy? Egy kicsit így csicsaríts rá, hogy ne menjen a szád köré, hanem úgy, és így kezd el szívni. És meddig? Hát addig, hogy szív be, és egy ilyen 10-15-20 másodpercet tartod rajta. Hogyha szívnod kell folyamatosan, akkor nem jól tetted fel. De vákumnak kell lennie benne. Nézd csak, úristen, rúzs van rajtam, de... Ez a videó átmegy valami másba. Jó, és fúj bele levegőt, és enged ki, hogy... De nem úgy, csak is így. És vedd le, hogyha úgy érzed, hogy oké. Édesem, jól megszívtam. Nem már! Esküszöm, hogy nagyobb lett a felső szád. Nehogy már, csak Úristen! Hogyha ez egyébként jól van felrakva, akkor szájkihúzáshoz nagyon hasznos. Nyilván az a kis duzzanat, amit okoz, az nagyon gyorsan elmúlik, de megtanítalak majd, hogy hogy kell használni, és képek előtt ezt nyomatod. Nem. Ez mi? És ez a nagyobb? Én azt úgy használtam, hogy... Az lesz az? Ez a te méreted? Mi van? Meddig? Hát úgy lassan, jó. Hogy nyáladdal mit? Meregél már! Oké, következő! Azt a mindegy, de csókos a szám. A lábújaknak, hogy száradjon a körmöd. Wow! Ki vagy te? Láttam filmekbe. Igen. De neked nincs ilyened? Nincs. De miért nincs? Annyira jól néz ki, amikor nézed a filmet, és akkor csak így krumplikottam. Egy az, hogy nem festem a lábujjkörmömet, kettő meg, hogy el tudom tartani. Olyan hosszúak a lábujjaim, hogy egy fél méteres távolságon belül vannak elosztva. Következő. Esernyő? Nope. Fogd meg. Gondolkozz el egy kicsit. Ez törölköző. Nem. Hogy lenne törölköző? Nem, színem. Ez gumiból van? Olyasmi. Újabb? Feltaláltál egy újabb izét? Ez nem tudom micsoda. Ez ilyen ekkora. Hát ez fogalmam sincs, hogy micsoda. Akkor szabad a gazda? Szabad. Arra való, hogy a hajadat göndörítsd vele, és ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kis nyél, amire így ráfűzöd a hajad, úgy, hogy előtte már átfűzted azon, és így bele kell húzni, és ez a nem tudom milyen anyagból, ilyen műanyag valamiből van, betekeredik, abba alszol, és reggelre göndör. Ez a hőmentes göndörítés, és mindig nagyon hülyén néznek ki egyébként ezek a tincsek, mert sose egyformák. Kövi! Sarokra. Nem. Arcra. Igen. Krémmel dolgozó. Az, ha inkább mondod. Tisztító. Akkor tisztító. Ugye? Ügyes. De az baj, hogy nem tudom kitalálni. Pont ez az, hogy ki tudtad találni. Raktapasz? Majdnem. Majdnem raktapasz. Ez micsoda? Gondolkozz logikusan. Herpes tapasz. Az is lehetne, de nem az. A tapasszal jó helyen jársz. Tapasz. Na! Na? Túl jó segítséget tudnék adni, úgyhogy ne. Inkább nem. Tapasz. Nem tudom. Köröm tapasz. Új tapasz. Régi tapasz. Tapasztalat. Kezded eltrollkodni a videót. Nem tudom mi az. Új tapasz. Köröm matrica. Köröm matrica? Igen. És ez mire jó? Ez úgy néz ki, hogy ráragasztod a körmödre, levágod, majd lereszeled a felesleges részt, és puf, ott a minta. Tapasz. Bárki. Bence! Ezt vágd ki. Áú! Ecavú! Hát ez a gombóc fagyinak a tölcséres ilyen kis... Ezt nem tudom micsoda. Valamit befog, nyilván. A hajadat. Hát mi mást? Göndörít. Igen! Hát mert mi más tudna csinálni? Tehát, hogy a göndörítés és az egyenesítés entúl... Oké, ez hajgöndörítő. Úgy működik, hogy az egyik oldalról
elvileg így oda kell tartani neki a hajtincset, és mint a spagettit így beszívja. Megeszi a jadat! Megeszi! És belül, nem tudom én, hogy begöndöríti, aztán kinyitod, és... Így? Igen. Ez micsoda? Micsoda csoda? Ezt nem tudom, tehát ezt találgatni se tudom. Dehogy nem tudsz. Két levágott tojás, vagy két cici. Mi az? Push up. Igen. Ez az ilyenek a fürdőruhákban szoktak lenni. Miért? Hogy nagyobb legyen a cici? Nem, hanem hogyha ilyen sima háromszög fürdőruha. Szinte van melle valaki. De... Hogyha ilyen sima háromszög fürdőruha, hogy ne csak egy anyag legyen, érted, és átlátszik, meg átít, meg izé, akkor van benne egy ilyen vékony szivacs. Annyi csodálatos te... Én nem mondom ki, mert ezen a csatornán... Ezen a csatornán nem lehet kimondani. Miért lenne három? A nagyobb jó érdekében. Jó. Elemezgesd! Rózsaszín, ez egy nem tudom mi. Ez egy vekni? Segít a liga? Kütyigös, ja! Minek van ilyenje? Nena! Állj, ne forgasd a szemeidet, nem tudom mi ez. Szemem fogalma, hogy néz ez ki? Várjál? Így nem emlékeztet valamire? Hát de azt nem mondhatom. De ne már, no! Ez egy hajsütővas. Azért akartam le, mert olyanom van bent. És miért van három? A nagyobb jó érdekében? Azért, mert ezzel úgy kell csinálni, hogy így ki kell nyitni, és akkor ez a két szélső feljön, az alsó ott van, és így ilyen hullámos lesz, ilyen vízhullámos. Hát ez egy zuhanyzó fej. Amúgy igen. Ez biztos, hogy valami intim zuhany. Pontosan ez a neve! Nem hittem, hogy kitalálod! Ezt... oda? Igen, de ne használjátok, nem tesz jót egyébként. Felborítja a belső pH-t, és aztán nagyon sok bajod lehet. Dupla oldalú óvszer. Majdnem. Várjál, az... Hát valami... Soha nem láttam még ilyet élőben egyébként. Én sem, ez nem tudom mi az. Be kell dugd a kezed, és akkor a tetoválásra nem megy víz. Az elején mondtam, hogy majdnem. Ó. Szép. Mi? Igen, de nem pontos a megfogalmazásod. Kell még egy jelző elé. Nyitott? Nem nyitott, annak nem lenne értelme. Zárt? Egyértelműen. Ló. Olyan ilyen vagy! Miért kellene a... Bence, ez... A lovaknak? Miért kellene a lovaknak óvszer? Mit tudom én, miért kell izé, hogy csücsörítsé jobban? Hát, mert nem akarnak kis csikót. A lovak megbeszélik egymás közt, és akkor a ló bemegy a... patikába. És azt mondja, hogy... Nem állna! Nem tudom, mi az? Hát, mi ez? Ez egy... igen. Női óvszer. Ez fordítva működik, mint a fiús. Hallani már hallottam róla meséket, de még soha nem ez láttam. Ez hogy működik? Valahogy elvileg a nőknek applikálják fel. Na jó, akkor oké, mehetünk tovább. Én ilyenekről nem is akarok hallani. Ez vagy két sütemény, vagy két fűbevaló. Nem egyik tudom. Se. A szemed alá. Ó, de ügyes vagy. Köszönöm. Minden. És mivel Bence nagyon lelkes volt, így nem tudtam szólni, hogy az előző kép volt az utolsó. A csodaszép vagy. Köszönöm. Köszönöm a meghívást. És hát akkor vegyük fel az én videómat, én azt mondom. Köszönöm, link... hogy itt voltál, megint fantasztikus voltál. Bencének a videójának a linkjét természetesen leteszem a leírásba. Nektek megint nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Várom egyébként az ötleteket, hogy mit mutassak még Bencének. Valamilyen privát felületen jutassátok el nekem. Hát Instán DM-be írják meg. Nagyon várom a képeket, hogyha sikerül eleget összegyűjteni, akkor csinálunk belőle még egy részt.
Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm, vagy tölti fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek minket Instán is, kint van egy közös kép nálam, végre, még fekete hajjal, szerintem nagyon cukik vagyunk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!